Szerdai jó szokásunk az, hogy foglalkozunk a lelkünkkel, lelki egyszer egy rovatunkban. Gerber Erika orvos pszichoterapeuta érkezett hozzánk, akit szeretettel köszöntjük. A mindennapi pszichológiában jelent meg egy nagyon érdekes cikk, egy történet leírásán keresztül arról, hogy milyen érdekes változások is zajlanak le az ember lelkében, amikor apává válik, vagy amikor máshogy válik apává, mint ahogy korábban volt. Ebben az esetben két fiú után született egy kislánya egy édesapának, és ez hozott egy nagyon nagy változást az életében. Azon gondolkodtam ennek a cikknek a kapcsán, hogy ugye mi nagyon sokat foglalkozunk, éppen tegnap is beszélgettünk erről, hogy az anya, a lány anyává válik, igyekszünk persze az apukákkal is foglalkozni, de hogy talán nem vizsgáltuk még ilyen szempontból az apukákat, hogy mi az, amit ők a saját édesapjuktól hoznak. Ha hoznak. És az feltétlen pozitív példa-e? Ez így van. Az apa-gyerek kapcsolattal méltánytalanul keveset foglalkozunk. Talán még a jogrendszer többet foglalkozik az apákkal, mint a pszichológia vagy a mindennapok. És ezért is választottam ezt a témát. Az apa-fiú történet az egy generációs kérdés. Tehát a mit hozunk az apáinktól, nem csak az apánktól, hanem az apáink apáitól, azok azonosulási folyamaton keresztül alakuló énképeken keresztül valósulnak meg. Tehát a fiú az apától kapott apa képre kopírozza a saját képmását, ezek az azonosulások, mintaátvételeket jelentenek. Na most a mintaátvétel, az, ha apára gondolunk, akkor nem csak azt jelenti, hogy jól tudnak együtt barkácsolni, nagyon jó, szép kis autókat tudnak készíteni együtt, hanem azt is jelenti, hogy hogyan tudnak majd párkapcsolatot alakítani a későbbi életben, milyen lesz az intimitásuk, milyen lesz a felnőttségük. Tehát én helyesebbnek tartom, ha apa minták helyett szülői mintákról beszélünk, mert egy apai minta valóban a szokásos apa szerepekkel átadható, de ha az apa mellett, a férfi mellett nincs ott a nő, akkor nem tanulható az, hogy hogyan kell párkapcsolatban élni. És mernek a férfiak tanácsot kérni? Ilyen esetben, hogyha ilyen belső harcaik vannak, és nem tudják, hogy most hogy oldják meg. Jellemzően nem mernek, mert hogy a férfiak arra... Félénkek. Mindent tudnak. Mindent tudnak, és arra... Férfiasnak a gyengeség, tehát a tanácsot kérek, az olyan gyengeségnek tűnik. És hát a férfiakat arra szocializálták, hogy nem sírunk, nem mondjuk, hogy fáj, elviseljük. És aztán tényleg nem sírnak, nem mondják, hogy fáj, de nem mindig viselik el. És akkor az életben elérkeznek egy olyan ponthoz, amikor akkor a szenvedésnyomás, hogy mégiscsak mernek segítséget kérni. Mi az, amivel, igen, mernek segítséget kérni, de mi az, amivel fel tudja dolgozni egy apa azt, hogyha mondjuk ő neki ezek a hozott minták, a szüleivel való kapcsolata nem ad egy megfelelő alapot ahhoz, hogy ő jó apa, jó házastárs tudjon lenni, most nagyon leegyszerűsítve, jó, tehát, hogy igen, a saját elvárásainak megfelelő. Igen, ez tudatos munka nélkül nem megy. Először is kell legyen egy vágy arra, hogy ő jó apa legyen. Lehet, hogy ez a vágy, ez abból ered, hogy van egy nagy hiánya a saját apjából, van egy szeretet hiánya, egy bizalom hiánya. Meg kell bocsájtani a szüleinknek, vagy a szüleinek. Igen, ilyenkor, vagy fel kell venni újra a kapcsolatot, vagy ha lehet még, persze. Ha lehet, igen, mindenképpen. Ezt így mondjuk, hogy meg kell bocsájtani, mondhatjuk úgy is, hogy el kell fogadni. Azt van egy régi mondás, ami úgy tartja, hogy gyerekként az ember szereti a szüleit, kamaszként gyűlöli, felnőttként megbocsát. Gyerekként olyan akar lenni, mint az apja, olyan hatalmas, olyan hős, csodálni való. Kamaszként azt tartja, hogy ő nem akar olyan lúzer lenni, ő nem akar olyan apa lenni, és amikor elérkezik a felnőtt kor, akkor jönni, megindul egy ilyen béke, valahogy békévé oldódik minden, ez az igény legalábbis. Az igény már megvan, sok mindent tanult, sok mindent tapasztalt, és megvan az igénye arra, hiszen neki van szüksége arra,
hogy békét kössön. Nehéz azért idegenhát, vannak olyan férfiak, akik kifejezetten nem apa típusok, azt szokták mondani. Oka van annak. Valami oka biztos van, hogy otthon nem ezt látta, vagy igen. Rossz. Tehát hát ehhez példát. Tartozik a kérdésünk is, hogyan válhat jó apává egy férfi, ez a mai mindennapi pszichológia játék kérdés. Az A válasz szerint, mert hogy most is van három válasz, amiből választhatnak, leküzdi esetleges szorongásait, ez segíthet. A B szerint sok ajándékot vesz a gyerekeknek, a C szerint sokat dolgozik, hogy eltartsa őket, eltartsa a családját. Aki gyorsan telefonál, vagyis másodiként telefonál a jó válaszsal, az lesz a mai nyertesünk, hozzuk mit nyert.